A Dirini Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár és a Jászhegyszolnok vármegyei Népművészeti Egyesület a szakkör csoportjai kiállítás megnyitóra invitálta városunk lakosságát. A Csokonai Könyvtárban nyílt tárlaton a Kun Rózsa csipkekör, a Kunkori Kühling szakkör, valamint a Mézes Kalács készítő és díszítő csoport közös alkotói kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A megjelentek elsőként Boros Loretta, a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda 4. A osztályos diákjának előadásában hallhattak egy mesét, majd ezt követően Kunné Nánási Mónika, a Dirini Kulturális és Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézmény vezetője nyitotta meg a kiállítást. A Dirini Kulturális Központnak alaptevékenysége a lakosság különböző életkorú és érdeklődési körű közösségei számára klubok, szakkörök működtetése. Az intézményünkben dolgozó közművelődési szakembereknek és valamennyi munkatársamnak feladata a helyi identitás erősítése, közösségformálás, az aktív közösségi együttműködés segítése és az értékek megőrzése. Örömünkre szolgál, hogy a Kun Rózsa csipkekör több mint egy évtizede, a Kühling szakkör immár 2 éve, a Mézes Kalács készítő szakkör pedig 2023. októbere óta működik a Dirini Kulturális Központban. A Nemzeti Művelődési Intézet 2022-től kezdődően a tudásunkkal kézenfogva a közösségekért projekt jóvoltából biztosította szakköreink számára a kezdőcsomagot, a szakkörön használt eszközöket és az alapanyagok egy részét is. A szakmai segítséget online formában biztosították a szakkörön résztvevők számára. Az oktató videók nagy segítséget nyújtottak, amelyek a www.aszakkör.hu oldalon keresztül voltak láthatóak. Összesen 20 alkalommal készültek el a kis csapatok által készített remek művek, melyek a mai délutánon kiállításra kerültek. Az intézmény megbízott vezetőjeként boldogsággal tölt el az a tudat, hogy a csipkekör, a Kühling és a Mézes Kalács készítő szakkör tagjai heti rendszerességgel egy olyan inspiráló közegben találkozhatnak egymással, ahol az alkotói tehetség, a látásmódok sokfélesége, a hangulatos, sokszor felszabadult kézművesség öröme járja át a termeket. A mai délutánon megnyíló kiállításon mindhárom szakkör valamennyi tagjának alkotásaiban gyönyörködhetünk, akik büszkén mutatják meg az elkészített alkotásaikat. Kunné Nánási Mónika köszöntő gondolatai után ismét egy gyermeké volt a főszerep. Bene Sándor, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda óvodásának előadásában hallhattunk egy mesét. Ezt követően lehetőségünk nyílt beszélgetni a kiállító csoportok vezetőivel, többek között Őrsiné Pető Annával, a Kun Rózsa hímzőkör vezetőjével. Karcagi hagyományos csipkeverés 13 éve próbáljuk elkészíteni őket kisebb-nagyobb sikerrel. Szép munkák kerülnek ki azért a kezünk közül. Leginkább ilyen ruházati kiegészítőket próbálunk készíteni, hogy használni is tudjuk ezeket a termékeket. A kiállítás megnyitó lehetőségünk volt beszélni a Kunkori Kühling szakkör tagjaival is. Víg Imréni elmondta, hogy a kezdeti nehézségek után napról napra ügyesebbek lettek a tagok. Sőt, a megnyitón, ha valaki kedvet kapott hozzá, azoknak is szívesen megmutatták a technikát. Először nézegettük, hogy egyáltalán mit tudunk rá tekerni. Tűket kaptunk a kezünkbe, aztán napról napra ügyesebbek lettünk, igyekeztünk. Kitaláltunk dolgokat, voltak természetesen online dolgok, amiket megnézegettünk, aztán utána magunk arcájára fordítottuk. Nagyon büszkék vagyunk a magára, a nevünkre, amit magunk csináltunk, meg alakítottuk ki a Karcag címerre, amit szintén klubtársaink csináltak. Van, amit egyénileg csinálunk, van, amit közösen, például mi rumikapozunk is, és a rumikapnak a jelvényét is magunk csináltuk meg, azt is közösen
egy ember rakta össze, a többiek csinálták, formálták a hozzávaló anyagokat, úgyhogy nagyon szeretjük végül is. Van mikor énekelünk is közben, van mikor csak beszélgetünk, anekdotázunk, úgyhogy nagyon szeretjük. A kiállításon számos egyedi és különleges mézes kalácsot is megcsodálhattunk. Tótné Török Judit, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Szím óvodájának óvoda pedagógusa is részt vett a foglalkozásokon. Elmondta, hogy az intézményben is hasznosítani tudják a tanultakat, és meg tudják mutatni a gyerekeknek az alkotásokat és azok elkészítési módját is. Andrássy Né Peszeki Ágnes vezetésével a műhelyében vettünk részt a szakkör keretén belül a mézes kalács készítés rejtelmeibe tekinthettünk bele. Az ő Ági vezetésével megismerkedhettünk a mézes kalács tésztájának az elkészítésével, valamint ennek a különböző díszítési technikájával. Az online felülete vezetésével megismerkedhettünk a különböző technikákkal, mely alapján egy nagyon jó hangulatú foglalkozáson vehettünk részt. Egy nagyon jó közösségépítő foglalkozások voltak, ez egy 20 alkalmas foglalkozásra kell gondolni, és ennek az eredményeit itt láthatóak az asztalon. Az óvoda pedagógus hozzátette, az online felületen látott tematikát követték. Nagyon sokféle alkotás született a kezeik között, legyen az a karácsonyhoz, a húsvéthoz vagy karcaghoz kapcsolódó. A helyi sajátosságoknak megfelelően a színvilágot követve a piros, a fehér és a zöld jelenik meg a munkákon, valamint a tulipán forma, ami karcaghoz is kapcsolódik. A kiállítás iránt tehát nagy volt az érdeklődés, az alkotások megtekintésén túl a szakkörök kipróbálására is lehetőségük volt az érdeklődőknek.